fontos megismerni és a más gyülekezetek lelki pásztorait, és azok, akikben élet van, velük együtt imádkozni, megismerni egymást, és van rá lehetőség együtt szolgálni. Úgyhogy mikor Pestre költöztem, akkor fölmentem az internetre, és megnéztem az összes környékbeli gyülekezet honlapját, tehát nem volt sok gyülekezetnek honlapja, sőt, akinek volt, az általában nagyon gagyi volt, és találtam a kispesti baptista honlapot, ami vérprofi volt, tehát vonzó volt. Megnéztem, és így reménykedtem benne, hogy amikor Pestre költözök, akkor majd valamilyen kapcsolatom lehet az ottani lelkésszel. Mert az történt, hogy azt hiszem blogon keresztül kezdtünk először kommunikálni, és aztán találkoztunk, kávéztunk, imádkoztunk, beszélgettünk, és egy olyan embert ismerhettem meg Sinka Csaba személyében, akiben élet van, aki nagyon szereti Istent, és aki olyan ember, akit én szerettem volna, hogyha itt velünk ma reggel megoszt, úgyhogy ezért mehetem javasolni Lacinak meg Szilárdnak, hogy Csaba is tanítson itt a héten, úgyhogy most ő következik, jó? A Sinka Csaba volt kispesti baptista pásztor, aki most éppen Istent keresi, hogy mi a következő hely, ahova megy, úgyhogy nagyon ráér, nyugodtan menjenek hozzá, imáért, tanácsért, és gyere Csaba. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt nyaralhatunk veletek. Nagyon köszönöm azt külön, hogy a tanításban az igével is szolgálhatok közöttetek. Zakatok időszakon vagyunk túl, aminek a vége az lett, hogy a kispesti baptista gyülekezetben nem folytathatjuk a szolgálatunkat. De Isten velünk van, és tényleg hiszük, hogy mutatja a jövőt. Jelen pillanatban most úgy néz ki a közeljövőnk, hogy egy barátom lakásába költözünk, és ha addig nem derül ki, hogy milyen gyülekezetben folytatjuk a lelkipásztori szolgálatot, addig valamilyen polgári állást fogok vállalni. Először webes internetes területen próbálok majd kutakodni. Ha van valakinek olyan ismerőse, aki ebben tud segíteni, vagy az jelenlévők között tud állást ajánlani, internetes ügyben beszélgessünk. Öt tagú a családom, feleségem Kati, gyermekeim Csenge, Hunor és Hanga. És nagyon örömmel vannak itt, most már a gyerekek is egészen bátran játszanak a többiekkel. Még annyit, hogy eddig Kispest előtt 6 évig Vámos Pécsen szolgáltam, ez Debrecen mellett van a román határtól egész, tehát nem messze, egész közel. Akkor nézzük ezeket az igéket, és azt beszéltük meg, hogy ide kerül a laptop, és hogy én léptetem, mert szerettem volna egy kis vetítéssel is megerősíteni, amit mondok. Próbán nem jött ki most. Még annyit ott eszembe, hogy nagyon sokat köszönhetek Lacinak. Nagyon-nagyon bátorító a kapcsolatunk most ebben az időszakban különösen, és hálás vagyok Istennek érte nagyon. Nem az ige szerint következő 6. és 7. verset veszük, hanem Laci valamiért úgy osztotta be, hogy az enyém a 8-as és a 9-es vers, ezek pedig így hangzanak: boldogak a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Ne aggódjatok, a 6.-7. vers majd szombaton sor fog kerülni. Egy idézettel hadd kezdjem. Vida Sándor, talán a Biblia fordításáról többen ismeritek, baptista lelkipásztor. Egy képet is találtam róla. Az ő mondása: a mai ember boldogtalansága abból fakad, hogy nem engedi Isten szóhoz jutni. Tehát nem abból fakad a mai ember boldogtalansága, hogy nincs elég pénze, nincs elég haja,
vagy nincs elég szülő, vagy testvér, tehát hogy csonka családban nő fel, vagy sok mindent fel lehetne sorolni. Azt mondja ő is, hogy a boldogtalanság abból fakad, hogy nem engedi Isten szóhoz jutni. Nagyon hálásak lehetünk, hogy most Isten juthat szóhoz, én is jó pár igét is hoztam, amivel ezeket a témákat kibontjuk. És még benyomást tett rám tegnap délelőtt, amit Tom Fooley mutatott be, ez az ösvény. Azokat az igéket osztotta meg velünk, amelyeket akkor olvas el, mikor igazán szüksége van bátorításra. És azt mondja, az ószövetségi szakaszokon, mikor végig vagy már egészen felmelegedik a szíve, és az Újszövetségből is csodás igéket hozott elénk. És ugyanazok hatja át ezt, amit ő gyakorol, mint ebben a mondás mögött van, amit ha átfordítunk pozitívra, azt mondja, hogy boldogok azok, akiket Isten szavában megtalálják az életüket, tehát a boldogságuk pedig az Isten szavából jön. A boldogság olyan téma, ami sokan kutatnak, Isten nélkül is, vannak kifejezetten boldogságkutatók. Egy ilyen személy, akit a képen láttok, Dan Gilbert, a Harvard-on pszichológia professzor, és a TED.com-on sok videót lehet találni, ajánlom nektek ezt az oldalt, sok videó magyar felirattal is megnézhető. És a boldogságról szól az egyik előadása, amiből kicsit hadd idézzek, az a címe, hogy miért vagyunk boldogok? Felsorol három fickót, akinek egyáltalán nem azt mutatja az élete, hogy boldognak kellene lennie, és mégis azok. Az egyik, az a Jim Bright, aki azt mondta, sokkal jobban vagyok fizikailag, pénzügyileg, érzelmileg, mentálisan, és minden és majdnem minden más területen. Ezt azután mondta, hogy életének nagyon furcsa fordulata megtörtént. Ez egy politikus, aki az amerikai képviselőház elnöke volt, és nagyon disztelenül vonult vissza. Egy republikánus fiatal politikus, Newt Gingrich, ha jól mondom a nevét, ő a kétes könyv ügyleteire rájött, és mindent elveszített, miután ezt megszellőztette. Az ország leghatalmasabb demokratája volt, és mindent elveszített, a pénzét, a hatalmát, még a hírnevét is. És néhány évvel később ez az ember mondja ezt, sokkal jobban vagyok fizikailag, pénzügyileg, mentálisan, és majdnem minden más területen is. Egy másik példa, ez a szerencsétlen ember, Maurice Bigham, 37 évet töltött a Louisiana állami fegyházban egy olyan bűncselekmény miatt, amelyet nem követett el, és 78 éves korában mentették fel végül, egy DNS vizsgálat igazolta, hogy valóban ártatlan. És azt mondja az ember, egy percet sem sajnálok, pompás tapasztalat volt, de azt mondja az angolban, hogy glorious volt ez az élmény. Nem azt mondja. Szóval tudják, voltak néhány kedves srác, volt tornatermük, stb. Hanem azt, hogy pompás volt ez a tapasztalat, ez a 37 év. A következő példája ennek ez a fickó, aki 1949-ben olvasott egy kis cikket egy újságban, egy hamburger elárusító helyről, amit a McDonald's testvérek működtettek. És azt gondolta, hogy igen, ez egy jó ötlet, megkereste ezeket a testvéreket, és mondta, hogy hát áruljunk hamburgert, egy franchise jogot adok erre, és akkor 3000 dollárért elkezdődhetne ez. Visszament New Yorkba, kérdezte a befektetési bankárát, hogy adna-e, tehát nem 3000, hanem 35000 dollárt adna-e, és nagyon híres az a válasz, amit mondott ez a bankár, idióta, senki sem eszik hamburgert. Nem adott neki kölcsön, és rá egy fél évre egy Raymond
Albert Kroknak nevezett fickónak ugyanez az ötlet eszébe jutott, ugyanezeket a McDonald's testvéreket megkereste, és kiderült, hogy úgy látszik, szeretik az amerikaiak a hamburgert, sőt az egész világon eléggé kedvelt étel. Azért nem kell sajnálnunk ezt a Harryt sem, mert nem tört le. Az ő mondása az, hogy azt hiszem, minden a lehető legjobban alakult, pedig ekkora üzletet hapolt el előtte ez a Ray. Ő se lett depressziós, elkezdett egy másik táncot, ami nem lett olyan híres, sztéket árultak, de egész boldog tudott maradni, vagy nem maradni. Azt mondja ez a Dan, ez a pszichológia professzor, hogy akkor megvan a három tanulság, hogyan legyünk boldogok. Először is szerezz vagyont, hatalmat és tekintélyt, és veszítsd azt el. A másodszor törzsd az életed lehető legnagyobb részét börtönben, és harmadszor tégy máshol, akit nagyon-nagyon gazdaggá. A boldogság három kulcsmondata. Azt mondja előadásában, hogy a boldogság mesterségesen előállítható. Ezt próbálja az későbbiekben is taglalni. Engem magyarán nem győzött meg, ahogy aztán kifejti, de ezzel a gondolattal egyetértek, valóban előállítható, vagy inkább kérhető Istentől. Pontosan itt találjuk a boldog mondásokban a nagy segítséget ehhez, hogy erre figyeljünk, amiket itt Jézus mond, és akkor közeledünk a boldogsághoz. A keddi napon Tom említette Eugene Peterson nevét, a The Message Biblia fordítás tényleg nagyon különleges és értékes. Megnéztem a boldog mondásokat, és egészen érdekesnek találtam. Tudni kell erről a fordításról, hogy inkább a jelentésre koncentrál, mint a szószerintiségre. Itt egy picit hosszabban fejti ki a boldog mondásoknál a jelentés, de nagyon tanulságos. Megpróbálom lefordítani az én jelenlegi angol tudásommal. Azért van ott az angol, ha valakinek érthetetlen lenne a fordításom, akkor nézze az angolt, és hadd mutassam be nektek ezeket a gondolatokat, és majd kihagytam a mostani kettőt, azt meg majd részletesebben megnézzük. Boldogok a lelki szegények, ezt ő így fordítja. Boldogok vagytok, amikor a saját vonalatok végére értek. Minél kevesebb lesz belőletek, annál több lesz Istenből és az ő uralmából. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok vagytok, amikor úgy érzitek, elvesztettétek azt, ami a legkedvesebb számotokra. Csak akkor tud az egyetlen úgy megragadni, mint aki a legkedvesebb nektek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok vagytok, amikor elégedettek vagytok azzal, akik vagytok, nem többek és nem kevesebbek. Ekkor büszke tulajdonosára készítek magatokat mindennek, ami pénzen nem megvehető. Gondolkoztam, hogy ezt a jut, ezt többes számba, vagy egyes számba fordítsam, többes számba, de lehet úgy is, hogy boldog vagy, tehát meg egészen magadra értelmezni. Boldogok, hogy éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek, mert ez nagyon tetszik. Boldog vagytok, amikor jó étvágyjal vágytok Istenre, ő étel és ital a legjobb étkezésen, amin valaha részt vettetek. Boldog az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok vagytok, amikor gondoskodóak vagytok, amikor ilyen törődéssel vagytok, akkor érzitek meg, hogy veletek is törődik valaki. Ezt nagyon szépen fogalmazza meg az egyik példabeszéd, aki más felüldít, maga is felüldül. És ez biztos, hogy mindenkinek tapasztaltátok már. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, amikor elkötelezettségetek Isten iránt ellenkezést vált ki. Ez az ellenkezés még mélyebbre vezet Isten királyságában. Ha most érkezünk a mi igényhez, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Isten.
Boldogok vagytok, amikor megragadjátok a belső világotokat, elméteket és szíveteket, és rendbe hozzátok azt. Ekkor váltok képessé arra, hogy meglássátok Isten a külső világban. Azért fogalok mindig hátra, mert itt előttem nem az jelenik meg éppen, amit kellene, hogy lássak. De most már szikromba hoztam arra. Szóval, megragadni és rendbe hozni ezt a kettőt ajánlja ez a kiváló teológus a tiszta szívről szóló boldogmondás kapcsán. Nem egyszerű, és mindegyiknél Istenre kell hagyatkoznunk. Ezért nem egyszerű, mert mi próbálnánk sok mindent, még ezt is így magunk megtenni. Az egyik ige, amit ehhez hoznék, az a Jeremiás 17, 9-10. Családabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Én az Úr vagyok, a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője. Mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli. Nem takarja el Isten igéje, hogy valóban család a szívünk. Talán sokszor ezért sem szeretünk mi sem magunkba nézni, mert ezt látjuk meg. De ha Isten jelenlétében tesszük, akkor nem kell félni, akkor egészen másképpen jövünk el, vagy megyünk tovább onnan. A másik ige, a 139. Zsoltár. Vizsgálj meg Istenet, ismerd meg szívemet, próbálj meg, ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Istenre kell hagyatkoznunk ebben, hogy a belsőnket megismerjük. Azért is fontos ez, mert könnyen tévedhetünk, ha csak magunk próbálkozunk. Erről szól ez a kis történet, amit most elmondok. Egy asszony elpanaszolta hozzá látogató barátnőjének, hogy a szomszédja milyen rosszul vezeti a háztartást. Látnod kellene, milyen koszosak a gyermekei, a lakásáról nem is szólva, már az is kész csapás, hogy vele egy szomszédságban kell élnem, nézd meg azokat a ruhákat, amiket kirakunk a szárítóra. Látod azokat a fekete sávokat a lepedőkön és a törölközőkön? A barátnő az ablakhoz lépett, és hamarosan így szólt. Drágám, azt hiszem a ruhák teljesen tiszták, azok a csíkok a te ablakodon vannak. Két dolog derül ki ebből, állandóan azzal foglalkozott ez a szomszéd, hogy az ablakon keresztül nézze ezt a hölgyet. A másik, hogy mi okozta az ő torzlátását. Na hát, ebbe a hibába könnyen esünk, ha nem Isten jelenlétében gondolkozunk akár a másokról, akár különböző ügyekről. Jézus segít megtisztulni. Ő neki annyira fontos volt ez, hogy tisztán Isten elé mehessünk, hogy az életét is odaadta, hogy megtisztíthasson. Higgyük és ragadjuk meg őt. Ja, és hoztam egy területet, ami különösen fontos, a tisztaságról, ha beszélünk, ez ma különösen is aktuális. A nemi élet, ugyanis az ördög nagyon is meg akar ragadni ezen a területen is, és elejteni bennünket. Három gondolat, amit jól megérzünk, talán segítség, hogy a nemi kapcsolatot Isten azért adta, hogy teljes odaadás fejeződjön ki benne. Teljesen odaadom magam, a lelkemet és a testemet a másiknak. Ha valaki házasság nélkül teszi ezt, akárcsak gondolatban, és ugye pont a hegyi beszédben Jézus a gondolatban elkövetett paráznaságot is említi, akkor hazudik, nem tiszta, és ez abban ragadható meg, hogy nem kölcsönös odaajándékozás történik ilyenkor, hanem kölcsönös lopás. Valamit úgy akarok megszerezni, ahogy Isten nem kínálja, el akarom orozni azt, aminek megvannak a keretei, és azon belül biztonságos. Egyébként pedig magamat is, és a másik félt is megsértem vele, hiszen meglopottnak érzi magát a lány, akin így, tehát ez történt vele, és fordítva.
megtisztult szívű ember, néhány jellemzőjét szedtem össze, mentes az önzéstől, távol áll tőle a ragaszkodás, mások kihasználása a saját céljai érdekében. Életében rendezettség van, és nem ösztönei, hanem Isten szava uralja az életét. Szeretnénk, úgy gondolom, mindannyian ilyenek lenni. Jézus az, aki ebben segít, és mindent megtesz. Az van második része ennek a mondásnak, hogy boldogok a lelki szegények, mert ők Isten meglátják, vagy ahogy Peterson fordította, a belső világot, ha megragadtad, akkor fogod a külső világban Istent igazán meglátni. Az igében néhány személy különösen is fel van jegyezve, mint akik Istent akarták meglátni. Az első van Mózes, aki azt mondta Istennek, Uram, mutasd meg a te dicsőségedet. És hátulról megláthatta az Urat, szemtől szemben itt a földön nem láthatja senki. A jelzett igényben olvashatunk erről többet. Egy másik Fülöp tanítvány, aki ezzel a kérdéssel megy Jézushoz. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. És Jézus kicsit rosszallóan mondja, hogy hát itt vagyok én, engem nézzetek, és rajtam keresztül az atya ismerhető meg. Válaszolt erre a kérdésre, és megmutatta az utat, hogy rajtam keresztül meglátod az atyát, és az elég. Zákeus történetét jól ismerjük. Benne is ez a vágy volt, lássa Jézust. Azt a akadályt is legyőzte, hogy nem volt elég magas. És aztán annyira látta Jézust, hogy az ő házában szállt meg, és az élete megváltozott. A bűnös nő Simon farizeus házában nem törődött azzal, hogy Jézus éppen vendégségben van, úgymond betört oda, és könnyeivel áztatta Jézus lábát és hajával törölte meg, egy drága kenetet öntött rá. Ilyen árat is szívesen megfizetett azért, hogy lássa Jézust és kiönthesse a szívét neki. Mi mennyire vágyunk erre, hogy Jézussal ilyen kapcsolatban legyünk, hogy kiönthessük a szívünket. Legdrágább dolog ez. Vágyunk rá és akarjuk. Csodálatos Zsoltár részlet. Rejt el országot védkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet tenned bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg benne. Mielőtt a második témánkra térnénk, a boldogsággal kapcsolatban van egy kis másik történet, amit nem volt időm kiírni, úgyhogy a telefonból olvasom. A boldog halász ez a címe. Az északi gazdag gyáros elszörnyedt, amikor megpillantott egy déli halászt, amint a parton csónakja mellett heverészett és pipázott. Miért nem mégy ki a tengerre halászni? Kérdezte a gyáros. Mert ma már elég halat fogtam, válaszolta az. De miért nem fogsz többet, mint amire szükséged van? Kíváncsiskodott tovább a gyáros. Mit csinálnék vele? Kérdezett vissza a halász. Több pénzt keresni, hangzott a válasz. Akkor szereltethetnél motort a csónakodra, amivel mélyebb vizekre is merészkedhetnél, ahol aztán több halat foghatnál. Ebből annyi pénzed lenne, hogy nájlonhálót vehetnél, akkor még több halat fognál, és még több pénzed lenne. Hamarosan annyi pénzed lenne, hogy akár két csónakod is lehetne, vagy talán egy egész flottányi, és akkor te is gazdag ember lennél, mint én. És akkor mit csinálnék? Kérdezte a halász. Akkor aztán pihenhetnél és élvezhetnél az életet. No, most mit gondolsz? Most éppen mit csinálok? Kérdezte az elégedett halász. Mennyire nem akkor függ a boldogság, mint ahogy a világ sugallja nekünk. Nézzük a béketeremtésről szóló igét. Ezt is. Ja, még az emlékedéshez, az első témához írtam egy kérdést. Mit lehetne még tennem ahhoz, hogy szívemet még tisztában tudjam tartani? Ezt vigyük magunkkal a csendességbe. A másik ige, amit Peterson megfordított,
Így hangzik, boldogok vagytok, amikor meg tudjátok mutatni az embereknek, hogyan működjenek együtt a versengés vagy a harc helyett. Ekkor tehetitek fel igazán, hogy kik vagytok, és hol a helyetek Isten családjában. Együttműködés, a versengés és a harc helyett. Ezt megmutatni valóban nagy művészet. Jézus Krisztus, amikor kiküldi a tanítványait, nagyon nyíltan beszél velük, és azt mondja, hogy juhokat küldök a farkasok közé. Sokszor érezzük így, annyira összecsapnak az emberek körülöttünk, hogy annyira gyengének érezzük magunkat, és valóban ez élik helyzetre, hogy farkasok között vagyok juhként. De Jézus azt mondja mégis, hogy így menjetek, és elég nektek, amit én adok, és amit én adok, az nem is annyira kezetekben, hanem a szívetekben van, így küldi ki őket. Megtanulják ezek a tanítványok, hogy a rosszat legyőzni csak jóval lehet, nem a bosszú és annak érvényesítése szünteti meg rosszat. A rosszat legyőzni csak jóval lehet. Ennél fogva Krisztus tanítványa nem sértődéken, legalábbis ha a lelki élete már kicsit megnövekedett, vagy előre haladt, nem fenyegetőzik, inkább a békét munkája. Van, amikor igen hosszú és fáradtságos az, hogy valaki ilyen béketeremtővé váljon. József életére, ha gondolunk, látjuk, hogy mennyi mindenen kellett keresztül mennie, hogy aztán a családjában a béke helyreálljon. A fáraó első embereként, amikor felismerte testvéreit, nem a bosszún, hanem a békességen munkálkodott, és együtt volt végül a család valóban békességben. Nagyon hosszú felkészítési folyamat volt ez. Vagy egy közelebbi példa, Henry Kissinger, amerikai külügyminiszter, gyerekkorában Németország utcáin szaladgált, és úgy hívták őt, hogy Heinz. A hitleri Németországban nőtt fel, és ott tanulta meg, hogy hogyan kell az ellenséggel úgy tárgyalni, vagy úgy megszólalni, hogy meggyőzze az őket. Nem véletlen, hogy így politikusként Nobel békedíjat kapott. Valami olyan dolog az tett szert, olyan képessége volt, ami ilyen elismeréssel is felért. A békesség szavai olyanok, mint a magok. Nem teremnek gyümölcsöt azonnal, de ha elvetjük, akkor csendesen a felszín alatt élet van bennük, és dolgoznak, és majd kellő időben gyümölcsöt teremnek. Tehát ne várjuk, hogy azonnal oda megyünk valahova békéltetni, és minden rögtön rendben lesz. Adjunk a helyzetnek időt, de vállaljuk fel, ha Isten erre indít. Van veszélye ennek, és nem mindig kell ezt tenni, erről szól ez a példabeszédek 26-17. Kóbor kutyát ragad fülön, aki olyan felbe avatkozik, amihez semmi köze. Hát a kóbor kutyák nem olyan kedvesek mindig, és nagy figyelmeztetés van ebben. Amikor Istentől veszed ezt a szolgálatot, ő akkor meg fog áldani, kérdel ezt tőle, és amihez nincs közöd, abban ne avatkozz bele. Ez a gyülekezetekben úgy jön elő, hogy ketten összekülönböznek, és akkor rögtön ott van a lehetőség, kihez álljak, melyik csapatba, és rögtön már így szépen jó nagy konfliktus ki is tud alakulni. Nem kellene egyik oldalra se állni, inkább azon kellene munkálkodni, hogy ez hogyan szűnhetne meg ez az ellenkezés. A másik ige, Jeremiás 6:14-15, ez pedig az ellen szól, hogy nem kell mindenáron a békét keresni, vagy azt éreztelni, mert ez sem feltétlenül vezet előre. Népek romlását úgy gyógyítják, hamis profétákról van itt szó, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, de nincs békesség. Szégyenkezniük kellene, mert utálatos, amit tettek, de nem akarnak szégyenkezni, és már pirulni sem tudnak. Azért elesnek az összeomláskor, elbuknak a megtorlás idején, mondta az Úr.
Nagyon nagy lecke ez nekem, aki konfliktus kerülő ember vagyok. Ebben az elmúlt 4 évben, vagy ennek a végén jöttem rá, hogy mennyire fel kellett volna néhány konfliktust vállalni ahhoz, hogy a dolgok előre haladjanak, és ne minden állam a békét keresni. Itt ezek a proféták próbálták elhetetni a néppel, hogy békesség van, de inkább hagyni kellett volna, hogy az igaz proféta, Jeremiás szavai érvényesüljenek, aki Istenhez akarta a kemény igékkel is a népet vezetni. Az evangélium hirdetését, ha végezzük, az már a békét munkája, az Isten és ember közötti békét, és ez egy feladatunk is, erről szól a 2 Korintus 5:18-19. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát azért nyugodtan gondoljunk így magunkra, mint a békéltető emberekre, a békét hívő emberekre, és akarjuk is előmozdítani. A béke előmozdítása szüntelen feladatunk. Termékedéshez egy kérdés, mi az, amit meg kellene tennem egy olyan békétlen helyzetben, amit én is jól ismerek, hogy mit meg lehetne tennem. Gondolkozz ilyen helyzetem, és keresd, hogy Isten fel akar-e használni ebben. Ha most megmutatja, hogy miben, akkor otthon ragad meg ezt a lehetőséget. Remélem segítség volt, amiket elmondtam. Isten áldjon meg benneteket, és tegyen nagyon boldoggá minden körülményetek között és ellenére. Amen. Amen. Mivel egy ilyen kereszteződésnél van a Sinka család, én azt szeretném, hogy